174 évvel ezelőtt, 1849. október 6-án végezték ki az aradi vértanúkat, haláluk a magyar forradalom és szabadságharc vérbefolytásának szimbóluma. Bár az Aradon kivégzett tábornokokról és főtisztekről, az aradi vértanúkról mindig is megemlékezett népünk, azonban nemzeti gyásznappá 2001-ben nyilvánították október 6-át. Az idei Hajdon Ánási megemlékezés hagyományosan a Kossuth szobornál zajlott, ahol emlékező beszédet Úri Dénes, a Hajdon Ánási Szellemi Műhely elnöke mondott. Ha arra keressük a választ, hogy mit üzen nekünk ma október 6-a, akkor azt a kérdést kell feltennünk, hogy mit akartak a szabadságharcosok. Az 1848-49-es szabadságharc a magyar függetlenségért vívott küzdelem szerves folytatása volt. Vívták ezt a küzdelmet Pozsonyban, az országgyűlésben, könyvek és újságok lapjain, intézmények létrehozásával, mint például a Tudós Társaság alapítása, mai szóval élve infrastruktúra fejlesztéssel, Pest modernizálása, és vívták fegyverrel 1848. szeptemberétől 1849. augusztus 13-áig a világosi fegyver letételig. A szabadságharc bukása és a megtorlás azt a polgárosodási lendületet akasztotta meg és vetette vissza, amely a 19. század első felében elindult, és amely reformkor néven a magyar történelem egyik leginspirálóbb időszakát jelentette. 1848-49 nemzeti identitásunk egyik legfontosabb, szinte alapító eseményévé vált. Általánosan is igaz, hogy a modern időkben használt nemzeti szimbólumaink szinte mindegyike ide, a 19. századra, március 15-ére és 48-49-re vezethetők vissza. Gondoljunk csak a kokárdára, vagy a trikolor, a piros-fehér-zöld használatára, amelyről a 48 áprilisi törvények külön is rendelkeztek, és ami a szabadságharc után tiltott jelképpé vált. Ha ránézünk a hősök nevére, számos idegen, többnyire németes eredetű nevet találunk. Lahner, Leininger Westerburg és Aulich német, Pöltenberg osztrák volt, Damjanich pedig szerb származású. Olyan emberek voltak, akik a császári haderőben kezdték katonai pályafutásukat, és a magyar szabadságharc mártírjaivá lettek. Így született meg egy nemzet a 19. század derekán. Szabadságharcban, kokárdával, trikolorral, az aradi bitófák árnyékában és az osztrák puskagolyóval farkas szemet nézve. Elnök úr szólt a nánási vitézekről is, akik kivették részüket a szabadságharcból. Nem maradt ki e folyamatokból Hajdun Ánás sem. Mert ha valamiben a magyar és a hajdú sohasem szenvedett hiányt, az a bátorság, a hősiesség és a hűség. Hűség az elveihez és hűség a hazához. Nánás több gyalog és egy lovas századot adott a szabadságharcnak, melyek részt vettek a sveháti csatában Windischgrätz ellen. Kossuth pedig, amikor fogadja a nánási küldöttséget, így fogalmaz. A hajdú nép a szabadság és függetlenség iránt oly nagy áldozatokkal bizonyította be lelkesedését és buzgóságát, aminővel az egész hazában nem csak oly kis területű és kevés népességű, de terjedelmesebb megyéjű és nagyobb népességű hatóságok se dicsekedhetnek. Szép dicsérete ez a hajdú erényeknek. Úri Dénes emlékező beszédében nagyon fontos történelmi tényekre, folyamatokra hívta fel a figyelmet. A magyar történelem elementáris tapasztalata, hogy minden fejlődő szakaszunkat egy kataklizma zár le. A 19. század első harmadának polgári fejlődését a szabadságharc leverése, a kivégzések, a neoabszolutizmus zárja le, amikor még a magyaros bajusz viselését is tiltották. A boldog békeidőket az első világháború, a Bethlen konszolidációt és az utána következő időszakot a második világháború, de még a rövid életű koalíciós időszakot a magyar demokrácia szárny bontogatását és a kommunista terror az 1940-es évek második felétől. Az aradi 13-ak hősök. Példát mutattak olyan értékekből, amelyeket ma viszonylag ritkán helyezünk gondolkodásunk középpontjába. Az egyik ilyen érték a hősiesség. Az aradi vértanúk, Batthyány miniszterelnök és mindenki, aki harcolt a szabadságharcban, és életét adta a hazáért és a haza szabadságáért, a magyar nemzet hőse. Ma hajlamosak vagyunk a politika lényegét a közgazdasági folyamatokban, a társadalmi célokat pedig a még több fogyasztásban megtalálni.
de a világon mindenütt, így a mi történelmünkben is a hősök az életüket nem ilyesmiért, hanem a hazáért vagy egy eszméért adták. Ez az eszme 1848-49-ben a szabad, független, önálló és erős Magyarország volt. Széchenyi kifejezésével élve a magabíró ország. Vagy ahogyan Jókai fogalmazott a Márciusi Fiatalság című írásában. Követelte a korszellem azt a csodát, mely eltörölje a régi, korhat Magyarországot, s alapot teremtsen az új, az Európában számot vető, szabad Magyarországnak. Ezt akarták 48-49 hősei. Elnök úr beszéde végén párhuzamot vont a 174 évvel ezelőtt történtek a vérbefolytott szabadságharc és napjaink globalista törekvései között. A 2020-as évek globális világában az egyik feszítő kérdés ismét a szuverenitás körül forog. Ismét egy rendkívül izgalmas kísérlet korszakában vagyunk. Hogyan tudja egy kis ország a mozgásterét növelni a föderalista Európában és a globális játéktéren? Tudja egyáltalán? Nem kevésbé nagy horderejű kérdés ez ma, mint volt a 19. század második felében az, hogy kiegyezzünk-e a Habsburgokkal, és hogy a kiegyezés miként viszonyult 48 eszméjéhez és 49 kivégzett hőseinek emlékéhez. A nemzet végül úgy egyezett ki a szabadságharcot vérbefolytókkal 1867-ben, hogy utána a magyar történelem egyik legprosperálóbb időszaka következett, és közben a nemzet folyamatosan életben tartotta a vértanúk emlékét. Mert a magyar nemzeti gondolkodás legnagyobb teljesítményei közé tartozik, hogy képesek vagyunk közös nevezőre hozni a magyar történelem olyan egymásnak ellentmondó hagyományait, amelyek ugyanakkor mégis egyaránt gyarapították a hazai politikai gondolkodást, nemzeti öntudatunkat, tartást adtak a múltban, és tartást adnak ma is. Ilyen 1848-49 és 1867. A 48-as alapokon álló függetlenségi, szuverenista politika és a 67-es alapokon álló kiegyezéspárti békepolitika is. Németh László egyhelyütt úgy fogalmaz, hogy két alattunk lévő mélység van. A történelem és a magyar nép. És ez az a mélység, mondja az író, amelyből a nemzet mennyboltja épül. Az aradi 13-ak s azok, akik hősi halált haltak Magyarországért, építői a nemzet emennyboltozatának. Legyünk méltó utódai a hősöknek. Október 6-a kapcsán többnyire a 13 aradi vértanúról és gróf Batthyány Lajosról szoktunk beszélni, pedig Aradon még négy másik főtisztet is kivégeztek 1849. októbere és 1850. tavasza között. Aranyosi Ormai Norbert. Német arisztokrata származású hadnagy. A születésnapján, augusztus 22-én akasztották fel Arad város közelében fekvő Csáli erdőben. Feleségével, Lozsvári Vilmával 3 hónapig voltak házasok. Ő az első aradi vértanú. Kazinczy Lajos ezredes. 1849. október 25-én Aradon végezték ki. 29 éves volt. Ő Kazinczy Ferenc legkisebb fia. A legfiatalabb, 15. vértanunk. Zádorfalvi és Lenkei János tábornok. 1850. február 8-án Aradon 42 évesen halt meg. Köznemesi származású. Az aradi vértanúk közül egyedül ő nyugszik a jelenlegi Magyarország területén. A példás hazaszeretet ihlette Sárai Sándor 80 huszár című filmjét is. Ő a 16. aradi vértanú. Ludwig Hauk alezredes, Hauk Lajos, a 17. aradi vértanú. 1850. február 19-én Aradon 50 évesen végezték ki. Osztrák származású, katolikus férfi volt. A folytatásban Kiskató Hajnalka Pósa Lajos Magyar vagyok című megzenésített versét adta elő, majd Szabó Miklós tolmácsolásában hallhattuk Ady Endre október 6-a című versét. Magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem, magyar nótát dalolt a dajka felettem. Magyarul tanított,
imádkozni, anyám, és szeretni téged, gyönyörű szép hazám. Lerajzolt a képed szívem közepébe, bevéste nevedet a lelkem mélyébe. Áldja meg az Isten a keze vonását, áldja meg magyarok hazáját. Október 6. Őszi napnak mosolygása, őszi rózsa hervadása, őszi szélnek búskeserve, egy-egy könyv a szentelt helyre, hol megváltott hősi áron becsületet, dicsőséget az aradi 13. Az aradi Golgotára ráragyog a napsugára, oda hull az őszi rózsa, hulló levél búcsúcsókja. Bánat sír a száraz ágon, ott aludsz a csendes álmát, az aradi 13. Őszi napnak csendes fénye, tűzre áll a fényeségre. Bús szívünknek enyhe fényed adjon nyugvást, békességet. Sugáridon szellem járjon, s keressen fel küzdelmünkben az aradi 13. Az emlékező szavak után a kegyelet és emlékezés virágait a lélekláng mécseseit helyezték el a Kossuth szobor talapzatán az emlékező felnőttek és a nánási kisebb-nagyobb diákok.